Meglátjuk, tehát a mai nap egy nagy próbája lesz ennek a dolognak, hogy a rendőrök a tüntetőkkel vannak vagy sem. A mai rendezvénynek a másik szervezője, Tóth Zsuzsanna, át is adom neki a szót, hogy megnyissa a rendezvényt, utána pedig jó néhány figyelmeztetést fogunk elmondani, amit a rendőrök tolba mondtak itt nekünk a rendezvény előtt. Mondtam, hogy legközelebb hozzák el az egész BTK-t és felolvassuk, hogyha kell, tehát azzal sincs semmi probléma. Fogjátok szeretettel Tóth Zsuzsit, a mai rendezvény egyik főszervezőjét. Kapcsolt neki! Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit. A Nem adom a házamat mozgalom soron következő tüntetésén, aminek az a címe, hogy ha én bankár volnék, így tüntetnék. Nem hallottok? Ennek az apropóját a harsangi szezon adta, és hát mi szegény sevizahitelesek, bocsánat, mi így mulatunk. Nem farsangi bálokra járunk, és nem farsangi bulikra járunk, hanem nekünk ez jutott, az utca és az OTP ismét, úgyhogy az lett volna a tervünk eredetileg, hogy itt egy maszkos tüntetést rendezünk. Igazából egy ilyen performance jelleggel gondoltuk ezt a tüntetést, hogy bankárnak öltözünk. Ha csak egy vagy két órára, de belebújnánk a bankárok bőrébe idézőjelbe, és eljátszanánk azt, hogy mi mit csinálnánk, hogyan beszélgetnénk egymással, hogyha bankárok lennénk. Most ezt a maszkban sajnos nem lehetünk, vagy szabálysértést fogunk elkövetni, hogyha ha a maszkkal eltakarjuk az arcunkat. Ezt majd a Laci el fogja mondani, és fel fogja hívni a résztvevők figyelmét erre, részletesen tájékoztatást fog adni erről. Én csak jelzem, hogy az arcunkat nem takarhatjuk el a maszkkal, de ha már nem is takarjuk el, akkor is hátul hordhatjuk a maszkot. Lényeg az, hogy az arcunkat ne. És arra biztatnék mindenkit, hogy bújjon bele a bankárok bőrébe, ha csak egy-két órára is, és játssza el, hogy ő hogy mit tenne, ha bankár lenne. Én most egyelőre ennyit kívántam szólni, és akkor visszaadom a szót a Lacinak. No, tehát akkor kezdjük a figyelmeztetésekkel. Tehát a rendőrség szerint, aki nyilvános rendezvényen, és ez elég sokféleképpen van definiálva, eltakarja az arcát, az elköveti a rendzavarás szabálysértését. Még akkor is, hogyha a rendezvényre mondjuk járókelőként jön, ami egyébként szerintem teljesen baromság, de hát most éppen így értelmezik a rendőrök. Tehát, hogyha valaki itt ezen a rendezvény ideje alatt, amit be nem zárjuk, innen a milyen utca, Békési utcától a Kissalétrom utcáig eltakarja az arcát, az mind-mind elköveti a rendzavarás szabálysértését. Hát nem olyan nagy program, meglátjuk, mi fog ebből kijönni. Itt most az fog történni, hogy hamarosan elnevezzük a bankokat. Új nevet kaptak, sokkal beszédesebb neveket, mint ami eddig volt nekik. Ki fogják fejezni a neveik azt, hogy mit tettek az emberekkel. Utána pedig bemutatjuk, hogy a bankároknak milyen követeléseik lennének, azokat szintén ki fogjuk tenni a bankok kirakataira, hogy ha a bankárok tüntetnének, akkor ők mit követelnének, illetve mi az, amit már végig is vittek a politikai eliten, akik nyalták a següket egész végig, és végigvitték azokat a törvényeket, amiket a bankárok diktáltak le, mondjuk Trócsányi miniszteren keresztül. De ami itt izgalmas lesz, hogy hogyan is fog ez lezajlani, én nem értek egyet a rendőrségnek azon álláspontjával, hogy aki eltakarja az arcát, az elköveti a szabálysértést, ugyanis ennek a törvényi tényállása az, hogy ha oly módon követi el, hogy azonosíthatatlanná teszi a személyemet. Nem az arcomat kell azonosítani a törvény szerint, hanem a személyemet. Ehhez képest állarcban kiszálltam az autóból, odajöttek a rendőrök, jó napot, Póka úr, egy kicsit elrébb álljon, egy kicsit arrébb álljon. Tehát én azt gondolom, hogy ez így elég nehezen értelmezhető, hogy akkor én magamat tudtam azonosítani, vagy nem, illetve ide ki van téve, hogy én vagyok. A törvény szintén nem szabályozza, hogy az arcunkat hol kell hordani. Én most ide tettem, tehát miért ne dönthetnék így, hogy ide teszem ezt. Azon kívül pedig nem tudom, hogy van-e itt olyan rendőr, aki ne tudná, hogy én vagyok bármilyen öltözékbe, bármilyen arccal és bárhogyan. Tehát ez így nem hiszem, hogy megállja a helyét. Hamarosan lesz a rendezvénynek egy ilyen része, de ez nagyon előnyös,
Mert ugye itt mi azt mutatjuk be, hogy hogy szeretnénk, vagy hogy látjuk a bankárokat. Itt, hogyha megnézzük, van, aki kitekerve, tehát oldalt van az arca a bankárnak, van, akinek hátul van az arca a bankárnak. Én például a társadalom szélére kitaszított emberként szeretném látni a bankárokat. Egyedül így, egy szám magában, hogy itt áll mondjuk Csányi, aki majd rajtam lesz, szakadt ruhába, kicsit büdös is, tehát ha valaki szeretné, jöjjön közel, szagolja meg nyugodtan. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy amit a társadalomért tettek ezek a mocskok, körülbelül ezt érdemelnék meg, tehát én ezért ezt jelképeztem. Mi az, amit még szeretnénk, és már régóta szeretnénk, hogy a bankárok azok rendőri eljárás alá kerüljenek. Ezt már régóta szerettük volna, be is mutattuk néhányszor, de akkor mi játszottuk a rendőröket is. A bankárokat is és a rendőröket is. Azt is szerettük volna már régóta, hogy a rendőrök részt vegyenek a demonstrációban. Plakátoljanak, zászlót tartsanak, ha már úgyis itt vannak, egész nap élve csinálhatnák. Vagy például szerettük volna a kamerás kocsira rátenni a molinóinkat, tehát a rendőrség része legyen a demonstrációnak. Hát én azt gondolom, hogy a mai napon, és üdvözlöm Teve utcának még most gondolkodhatnak ezen az ügyön, a mai napon a rendőrség része lesz a demonstrációnak. Ugyanis élő rendőr valódi eljárásban fog egy bankárt, aki most még nem valódi lesz, de ugye ez ilyen önbeteljesítő jóslat lesz, remélem, akit majd én fogok játszani, eljárás alá fognak vonni. Én úgy gondolom, hogy lesznek, akik drukkolnak majd ennek itt a közönség közül, hogy már pedig mit csináljanak vele a rendőrök. Tegnap a mozgalmi talin voltak erre tippek, majd meghallgatjuk, hogy ez itt belefér ebbe a dologba. Én, mint Csányi, nagyon bízom benne, hogy a Pintér Sanya, mert ugye most már itt lenne az ideje neki, ide fog jönni és majd felszólal az érdekemben, tehát én biztos vagyok benne, hogy lesz egy ilyen. Ezzel meg lesz az intézkedés, de nem lesz vége, mert amikor egy intézkedés van valaki ellen, és ennek vége, akkor két lehetőség van. Vagy abba hagyja a szabálysértést, vagy tovább folytatja. Ha tovább folytatja, akkor pedig a rendőrség mérlegelésére van bízva, hogy előállítja vagy nem. Azért az érdekes lesz, amikor Csányit előállítják. Uraim, az a kérésem a rendőrséghez, ha ilyen lesz, de akár már a szabálysértési eljárás is, mindenképpen olyan ember lépjen a Csányihoz, aki bírja a kamerát. Aki mondjuk este a híradóban vagy a Facebookon szeretné magát viszont látni, mert ugye nyilván senki nem fogja ezt kitakarni, és aki elbírja viselni, hogyha hazárulózzák, meg ilyesmit, tehát olyat küldjenek tényleg, aki ezt jól bírja és el tudja viselni, és szívesen részt vesz abba, hogy mondjuk egy ilyen mocskot üssön, tépje le az arcát, nem olyan nagy probléma, hogy nyugodtan vegyék elő a botot is, jól bírom, ez ilyesmi. Tehát én azt mondom, hogy ennyit megér, hogy élő adásban vagy élőben látjuk azt, hogy a rendőrök intézkednek majd a Csányi ellen. Már csak azért is, mert egész biztos vagyok benne, hogy mivel most is látott bőven a rendőrség, az összes rendőr, én vagyok Póka Laci, nem a Csányi, és a Teve utcának is üzenem, hogy én vagyok. Innentől kezdve nehezen lesz értelmezhető az, hogy én azonosíthatatlanná tettem magam azzal, hogy mondjuk az arcom elé került Csányinak a, én azt gondolom, mocskos pofája. Az üzenete még ennek a rendezvénynek, ha eljutunk ide, hogy a végtelen fejű sárkány, tehát ha egy fejét levágják, akkor kettő nő helyette. Tehát ez most az a rendezvény lesz, amikor, hogyha engem esetleg elvisznek, akkor itt folyik tovább, mint ha mi sem történt volna. Ugyanúgy megtörténnek, mert ugye ezután fog következni a plakátolása a bankárok követeléseinek, és majd valahol a 8 kerületi rendőrkapitányságon találkozunk, mire ti végeztek én is. Azt szeretném jelezni, hogy vegetáriánus vagyok, ugye 5 óra múlva jár a kaja, és lehetne például egy vega pizza, tehát az úgy. Jó, mert az nem szokott lenni vega kaja, de ha végképp nincs más, akkor a babkonzerv is jó, ha nincs benne állati zsiradék. Jó, tehát az is frankon működik. Én készültem egyébként, tehát csupa apró címletű papírpénz van nálam, számtalan bankkártya, több telefon simkártyákkal és memókártyákkal, ezeket ugye mire felírjuk, addig a ti is végeztek a tüntivel, meg lejár a 8 óra is, tehát szerintem ezzel így itt el leszünk. Tehát ez lesz a mai napon, ez várható, és hogy legyen Teve utcában idő gondolkodni, meg kijelölti azt a rendőrt, aki ide jön és intézkedik, ezért egy kicsit melegítsünk be azzal, hogy hogyan is neveztük mi el a bankokat, hogy látjuk ők, mit tesznek az emberekkel, és mit üzennek ezek a nevek, úgyhogy megkérem Tóth Juditot, aki vállalta, hogy ezeket a neveket
szépen lassan egyenként felolvassa, és amikor felolvastuk az összeset, akkor pedig ide erre a kirakatra fogjuk kitenni ezeket a bankneveket, és akkor Györgyike meg tartja a mikrofon. Otthon Tipro Picsányi Bank. Mutasd fel, légy szíves! Mi bankárok megbízunk egymásban. Ráfászkent Bank, ki nullázó hitel, lebecsüljük ügyfeleinket. Kicsit tartsuk, így várjuk, szerint tartja. Mindenet kell, bazd meg! Bank! Á, kamatemelő és hitványbank. Földed is, házad is rámegy, bank. Rámegy. Elveszem, bank. Nálunk az üné az első. Értjük egymást? Cibaszok veled, bank. Együtt, de jobb nélküled. Budapest Bank, a rablóbankok tagja. Üdvözöljük a híd alatt! Uncsi ez is bank. Szopjon bank, Burgenland! Tehát a legnagyobbak és a Szopjon Bank, aki ugye a mi kedvencünk. Úgyhogy az a kérésem, akinél ott vannak a bankok, azt tegyük most fel, és készüljünk fel arra, hogy hamarosan indul a hangula, mit követelnek a bankárok, addig pedig zenélünk.